senki találó szót még nem szólott. A miért a pokol, és miért a mennyország? Berecz András Budapesten született. Felvidékről származó édesanyjától tanulta az első népdalokat, majd később mesemondással, népmesegyűjtéssel és műfordítással is foglalkozni kezdett. 2014 óta tiszteletbeli székely. Ma humoros meséivel vagy elbűvöli, vagy megríkatja a közönségét. A mesemondó első kötelessége felmérni, hogy milyen helyzetben és kiknek beszél. Ha nem méri fel, akkor még nem tudja a mesterségét. Lehetetlen helyzetben meg kár beszélni. Hogyha ifjak előtt szól az ember, bolond lesz a szerelmet kihagyni. Nyugdíjas központban ritkán mesél a halálról, és óvodások közt meg valami ritmikus éneket nyilván belop. Kísérletet tesz a nagy lehetetlenre, hogy magyarázatot adjon. Mit keresünk itt a Földön? Miért születtünk? Valamiféle világmagyarázat. Most nem egyes mesékről beszélek, hanem a sok meséről együtt. Ritka az az emberi indulat, amelyik valamelyik mesébe ott ne lenne. Így hát a mesék együtt az maga az ember. Berecz András előadását fia Berecz István néptánccal kísérte. Az esten közreműködött a Juhász zenekar is.